folytassuk a kiemelést. Ugye ebből a kifejezésből szeretnénk gyökikszet kiemelni, amit úgy tudunk megtenni, hogy le kell osszuk a kifejezést. Gyökikszel, itt ugye a gyökvonás azonosságai kihasználva bevihetjük közös gyökjel alá az egészet. x, és akkor itt a gyökjel alatt utána meg szeretnénk egyszerűsíteni, tehát gyök alatt x plusz y lesz. A következő x a négyzetet szeretnénk kiemelni abból a kifejezésből, tehát akkor most x négyzetennel fogok leosztani. Nyilván itt is beszeretném minni az x négyzetet a gyök alá, amit az előtt tettem, akkor megtehetem azt, hogy az x négyzet helyett gyök alatt x a negyediket írok, és akkor most már be tudok vinni közös gyökjel alá, azaz azt kapom, hogy x négyzet plusz x per x a negyediken, és végezetül tagunként leosztva a gyökjel alatt, azt kapom, hogy 1 per x négyzet plusz 1 per x köb. Az utolsónál pedig ugyanazt a kifejezés veszem, és hát abból szeretnék most x-et kiemelni, hasonlóan, mint az előbb, ugye azt csinálom, hogy az x helyett gyök x négyzetet írok, viszont nagyon fontos, hogy ez csak pozitív x-ekre igaz, ugye mit is tudunk? Hát azt tudjuk, hogy a gyök x négyzet, a gyök x-nek a négyzete az valóban x, viszont az x négyzetben, ha gyököt vonok, az x abszolút érte, tehát nyilván pozitív x-ekre visszakapjuk az eredeti x-et, viszont negatív x-ekre az ellentétjét. Tehát itt ez csak pozitív x-ekre igaz. Ha x az negatív, akkor ugye azt írhatom ezek szerint, hogy x négyzet plusz x per mínusz gyök alatt x négyzet tekintve miatt. És akkor itt ezt tovább számol a x-szer közös gyökkel áll el, hiszen akkor az lesz ugye, hogy x négyzet plusz x per x négyzet, és a gyökjel alatt tudok egyszerűsíteni, tehát gyök alatt 1 plusz 1 per x, nyilván a másiknál pedig ugye csak egy mínusz 1-es szorzom a különböző egész, tehát mínusz x-szer gyök alatt 1 plusz 1 per x lesz a vége.